Palóc Attila, az én elefántgyűjtő kis kasaram. Hozott nekem ajándékba egy kis kasarat a nagymami, hogy legyen miben tartani a játékaimat. Ez egy rózsaszín kis kasár, fehér karimája van, az oldalán egyik felől 3 szem földi eper, a másik felén meg egy terpeszkedő elefánt. Volt itt nálunk vendégségbe, aztán egy néni, meg egy bácsi, s amikor megmutattam nekik, hogy mit hozott a nagymami, a néni azt mondta, hogy jaj, de szép kis földi epergyűjtő kis kosár! Akkor apa megmutatta neki, hogy a másik felén meg ott csücsül az elefánt. Tehát józerivel azt is gyűjthetne bele. Mert ez egy elefántgyűjtő kis kosár. Apa, hogy férne bele ebbe egy elefánt? Hiszen ez olyan kis kasár, hogy még te sem férsz bele. Nem, hogy egy bazi nagy elefánt. Nézd csak, még az én papsim is csak alig fér bele. Bele is szorulok menten. Ki ül be az elefántgyűjtő kis kasárba. Szokta kérdezgetni apa. Beül a kutyus, meg a kacsa, a kisegér és az egyik maci. Beül a másik kacsa és a másik maci. Tessék! A piroska kint reked, a leóval integet.